Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, újra képviselői Mozsák. Itt a őszi ülésszak elkezdődött az önkormányzatnál is, és megkezdtük a munkát. Ez az első testületi ülés, amely a mai nap lezajlott. 15 órai kezdettel. Napirend előtti felszólalások keretén belül három kérdéssel fordultam a polgármester úrhoz, amit úgy gondolok, hogy a lakosságot különösen közelről érinti. Ez a három kérdés elsősorban a közlekedésre és azzal kapcsolatosan köthető. Első kérdés ugye a postai út kereszteződés. Tudjuk, hogy nemrégen nem is egy-két baleset volt ennél a kereszteződésnél. Folyamatosan fönnáll ott a baleset veszély, annak ellenére, amilyen intézkedéseket a közútkezelő hozott. Fölhívtam a polgármester úr figyelmét, hogy elhangzott egy ígéret, hogy még az idén ott lámpás kereszteződés lesz, azaz rendőrlámpa fogja irányítani a forgalmat, ami jóval nagyobb biztonságot eredményezne. Úgy gondolom, hogy javítaná a baleseti statisztikát, kisebb lenne az esélye annak, hogy valaki súlyosan megsérül. A másik kérdés, ami szintén így közlekedéssel kapcsolatos, az a Kisújszállási út állapota, ami igazán kritikus, az a Deák körút és a Sorompó közötti szakasz. Fölhívtam itt is a polgármester úr figyelmét arra, hogy erre a szakaszra is ígéretet tett a közútkezelő, hogy még ez év folyamán felújítja, illetve hát egy burkolatcserét hajt végre. Hát bizony itt vagyunk az utolsó negyed év kezdetén, és némi aggodalommal tekintek erre a dologra, mert nem tudom, hogy mennyire tartósak és jók azok az utak, amelyeket mondjuk ilyen fagyos időszakban, vagy sáros esős időszakban készítünk el. Én nagyon bízok benne, hogy a Kisújszállási út hamarosan a felújításra kerül, és megoldódik az állapot, ami ott most van, mert szerintem tavaszra az a szakasz szinte járhatatlanná fog válni. A téli hó, a fagyok, a víz szét fogja nyomni még azt a valamilyen felületet is, ami most ott van. A harmadik kérdés, illetve hát javaslatom, az úgy hangzott, hogy jó kezdeményezéssel a tavalyi év folyamán a fontosabb útkereszteződéseknél, ahol gyalogos átkelőhely van, zebra lett fölfestve. Ez különös tekintettel az iskolák környékére és a templomok környékére, ahol nagyobb a forgalom. Ez egy igen jó kezdeményezés volt, illetve hát úgy gondolom, hogy maga a kivitelezés is. Szerintem megszokták az emberek, az autósok is, és hát bizony az figyelemfelkeltő mindenki számára, ha egy jól látható zebra van. Na most ezek a zebrák mára megkoptak, és én figyelmeztettem a polgármester urat, hogy nem ártana ezeknek a fölfrissítése és javítása. Mondom, hangsúlyozottan az iskolák, ahol sok gyerek van, és hát bizony az ő biztonságuk igen fontos mindenki számára. Válaszában a polgármester úr picit számomra meglepő módon is mindenben egyetértett a kérdésekkel, illetve azzal, amit kérdeztem, és megígérte, hogy hatékony intézkedést fog fogalmazni ebbe a kérdésbe, illetve ezekbe a kérdésekbe. A megyei közgyűlésbe is fogja ezt a kérdést képviselni, és egyúttal kérte, hogy támogassam ott, ami természetes, nyilvánvalóan, ami a város érdeke és a karcagi polgárok érdeke és javukat szolgálja, azt minden módon támogatjuk, és természetesen karcagi érdekét tekintjük a megyén is elsődlegesnek. Volt még két kérdés a napirendek között, ahol nemmel szavaztunk.
Gyakorlatilag mind a két esetben a költségvetés és a költségvetés számaival kapcsolatos napirendi pontokról volt szó. Tudjuk, mi a tavaszi vitában sem tudtuk támogatni és tudtuk elfogadni a város költségvetését, így nyilvánvaló okok és logika szerint az annak a módosítását sem tudjuk támogatni, így ezeket elutasítottuk és nemmel szavaztunk rá. Illetve volt másik két napirendi pont, ahol tartózkodtunk. Az egyik napirendi pont az a THV részéről az úgynevezett gördülő program. Tehát ez gyakorlatilag 2031-ig tartó fejlesztési programról van szó, ami hát terv szintjén nagyon jól néz ki, de a megvalósítás szintjén tudjuk, hogy hát vagy megvalósul, vagy nem, és azért a víz és csatorna ellátottsága a városnak nem erről kellene, hogy szóljon. Inkább egy kis marketing, vagy politikai marketingnek éreztem ezt a napirendi pontot. Nyilván vannak olyan részei, ami fontosak, és amik feltétlenül szükségesek. Tudjuk azt is, hogy ilyen téren hosszabb távon kell tervezni egy városnak. Nem lehet rövid távon gondolkodni, de ezt azért így egyértelműen nem tudtuk támogatni. Így tartózkodást nyomtunk ebbe a kérdésbe. Volt még egy, ahol úgy gondoltam, hogy bár igen szavazatot nyomtunk, de fölmerült, tehát kérdést kellett, hogy föltegyek. Ez pedig a következőről szólt. A buszközlekedés a városban. A város elég jelentős összeggel támogatja ezt, és én javasoltam, hogy ha már ennyi pénzzel támogatjuk ezt, akkor lehessen hatni valamilyen formában a szolgáltatóra, hogy a vasútról induló buszjáratokat, legalább a helyközi, vagy a helyi járatokat, bocsánat, a helyi járatok indulási időpontját igazítsuk a vonatok érkezésének időpontjához, mert bizony igen kellemetlen az, amikor megérkezik a vonat mondjuk Budapestről, vagy akár Debrecenből, és vagy egyáltalán nincs hozzá helyi buszjárat, vagy éppen addigra el is ment a buszjárat. Úgy gondolom, hogy ez elég sok embert érint, és úgy gondolom, hogy ha a szolgáltatót elég határozottan kérjük, akkor valószínűleg meg tudja úgy szervezni ezeket a indulási időpontokat, hogy ez mindenkinek megfeleljen. Értjük azt, hogy nem egy könnyű feladat az, mert ha MÁV sem tartja be egész pontosan a menetrendjét, tehát egy be nem tartott menetrendhez menetrendet készíteni nem könnyű feladat. De azért tételezzük fel, hogy a MÁV betartja a menetidőt, és hát ahhoz jó rátartással lehetne ezt úgy szervezni, hogy az utasok megfelelően ki legyenek szolgálva. Volt még egy kérdés, amiről mindenféleképpen szót kell, hogy ejtsek. A képviselői munkában, a Jobbik Magyarországért mozgalom karcagi képviselői munkában személyváltozás fog bekövetkezni az elkövetkezendő időszakban. Ez pedig a következő. Nagy János képviselőtársam a mai nap folyamán bejelentette lemondását a mandátumáról. János nagyon jó munkát végzett eddig is, szakmai tudása és hozzáállása nagyon fontos volt számunkra. Úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy munkája és a magánélete gyakorlatilag elszólítja a városból, Budapestre egész pontosan, ez számunkra eléggé nehéz kérdés, de nyilvánvalóan meg fogjuk oldani ezt a problémát is. Mindenesetre Jánosnak ezúton is köszönjük az eddigi munkáját, és a későbbiekben is szakmai támogatására természetesen számítunk rá, és a Jobbik országos vezetése részéről is érkezett jelzés, hogy kabinet szinten, gazdasági kabinet szintjén számítanak a támogató munkájára Jánosnak.
úgy gondolom, hogy egy fiatalemberről van szó, aki előtt komoly karrier áll, és úgy gondolom, hogy sajnos ezt nem Karcagon tudja megvalósítani, ezért Budapestet vette célba. Ez nekünk karcagiaknak nem túl jó, megint elveszítünk egy tehetséges, fiatal, felsőfokú végzettséggel bíró karcagit, legalábbis életvitelszerűen. Nyilván a családi kötelékei mindig is ide fogják kötni, a barátai és közeli ismerősei karcagiak, de ettől függetlenül azt be kell látni, hogy bizony ő most már egyre inkább Budapesthez kötődik. Sok sikert kívánunk Jánosnak, és köszönjük az eddigi munkáját. Köszönöm a figyelmet!